animációkat néztünk, meg az az előtti videóban is, és mivel hogy ez egy K1 videó és nem ökölvívó, így azért most arra gondoltam, hogy egy kicsit módosnánk is. Viszont mivel ez nehezebb ügy és nehezebb elmagyarázni is, ezért most kizárólag a hátsó köríves rugásról fogok beszélni, és arról is inkább csak a testrugásról, mert a három különböző magasságban ez picikét technikailag is változni fog. A köríves testrugásnak a lényege az lesz, és ezt sokkal jobban tudom most innen megmutatni nektek, hogy a köríves rugásnak a síkja, a testve sosem lesz viszintes. Tehát ha egy könyök alá szeretnék beférni vele, és ez innen most szemből szerintem nagyon szépen látszik, akkor az azt meghosszabbító vonal, jó mondjuk nekem egy kicsit azért hosszú a lábam, de ez a csípőcsontomhoz esik, a rugásnak pedig bordára kéne beférnie. Tehát a rugásnak a szöge mindenképpen 45 fokban jön majd fölfele, és ugye innen próbálom meg fölhúzni. Zsákon szerintem ezt sokkal jobban fogjátok látni, hogyha mi most helyet csináljunk. És ugye nem fordítok hátat senkinek. Tehát a távolság pontosan ugyanaz, ahogy az eddigieket csináltuk. A kilépésnél nagyon figyelj oda, hogy itt ha rajta maradsz a zsáknak a vonalán, akkor egész biztos, hogy nem fogsz tudni jól rúgni, mert hátra ki fogsz billenni belőle. Tehát a belépésnél próbálj meg megint szögben lépni, ha úgy tetszik, akkor átlépni a zsáknak az oldalvonalát. Ahogy átléptük a zsáknak az oldalvonalát, indíthatjuk a rugást. Próbáljuk meg forgatni a csípőt, egy picikét tolni előre, és ami nagyon fontos része, és ezért cseréltünk helyet, hogy a felső testben is teljes egészében elfordulni oldalra. Ez egy nagyon tipikus kezdőhiba, amikor ugye az ember egyensúlyozni próbál a másik irányba, és gyakorlatilag ezt a tömegét, ezt nem is tudja beletenni a köríves rugásba. Tehát a tökéletes végrehajtásnál a belépés lendületét használjuk, egyébként kicsit olyan, mint a labdarúgás, a belépés lendületéből eresztjük el azt a rugást, fordítjuk bele magunkat testből, és ami nagyon fontos, hogy ugyanoda tedd vissza a lábad, ahonnan elindultál, és húzd ki a másikat a távolságból. Ennyi lesz a köríves rugás, nézzük meg ezt egy párszor lassan, egy párszor gyorsan végrehajtva. És szerintem mutassuk meg ezt is a másik oldalról. Hát ha látszik valami más is. Igen, egyébként aminek látszania kell, és jó is, hogy helyet cseréltünk, hogyha az első lábam előrefele néz, és nincsen komoly csípőficamom, akkor egész biztos, hogy a másikat nem fogom tudni beforgatni. Tehát az első lábamnak, a támasztó lábnak el kell fordulnia ahhoz, hogy ezt a síkokon el tudja mérni. Jó? Tehát, még egyszer összegezzük. Belépés, csípőforgás, 45 fok, és nagyon fontos a visszalépés. Csináld meg lassan 10-szer, gyorsan 10-szer, és a következő videóban pedig megnézzük ezt a másik oldalra is. Sziasztok!